A Dunamenti Rácok találkozóját, melyet harmadik alkalommal rendeztek meg, ezúttal Ercsi városa látta vendégül, és mindjárt egy másik, hasonlóan színvonalas, de ízig-vérig helyi rendezvénnyel, a Julcsika Tercsike dalos találkozóval is egybe lett kötve. Felsorolni is nehéz, hogy hány település fogadta el a szervezők meghívását. Jöttek Kalocsáról, Dusnokról, Tökörről, Bajáról és Száról is. Ez utóbbi település képviselői tovább élénkítették az amúgy színes palettát, lévén, hogy ők a sváb kultúra és hagyományok megőrzésén fáradoznak, de a régi barátság okán őket sem hagyták le a szervezők a fellépők listájáról. A június végi rendezvényen a nyári forróság és a labdarúgó EB ellenére is több százan vettek részt. Akik eljöttek, nem csak a remek előadásokban gyönyörködhettek, hanem ízelítőt kaphattak a ház aulájában kiállított ruhák, hangszerek és képkiállítás révén a helyi rácok múltjából és mindennapjaiból is. A vendéglátás nem lett volna teljes a finom estebéd nélkül, melyet a kikötő étteremben fogyasztottak el a vendégek. Itt még nem ért véget a rendezvény, sőt sokak számára csak ekkor kezdődött. Az étterem sátrában hosszú-hosszú órákon keresztül ropták a balkáni táncokat a táncház keretében, amely egészen estig tartott.